A helyben dolgozó vállalkozások számos család megélhetését biztosítják, amellett, hogy ők termelik meg azt a forrást, amivel a város szabadon gazdálkodhat. Bátaszék adóbevételei megközelítik a 300 millió forintot. Éppen ezért is fontos, hogy tájékoztatást kapjanak elképzeléseinkről, mondta Bozsérik Róbert polgármestere a hagyományteremtő szándékkal illetve hívott bátaszéki vállalkozói reggeli kapcsán. Hiszen egészen 2020-ig adunk majd viszonylagosan tájékoztatást arról, hogy hogyan alakultak a városnak a bevételei, és azok az adóbevételek, azok mire is kerültek fordításra. Fontos, hogy tudjunk egymás dolgairól. Azt gondolom, hogy korábban is fontos volt, de az elkövetkező időszakban még fontosabb, hiszen egy kicsit nehezebb gazdasági időszak elé nézünk. Így szorosabb együttműködésre van szükség, hiszen a város működése az ő támogatásuk és adó befizetéseik nélkül nagyon nehézkes. Jordán András a város legnagyobb foglalkoztatójának ügyvezető igazgatója üdvözölte a kezdeményezést. Azt mondta előremutató, hogy létrejött ez a találkozó, hiszen számos olyan információ kerül napvilágra, mely segíti a vállalkozások mindennapjait, ugyanakkor a város számolni tud a gazdaság nyújtotta lehetőségekkel. Mindenképpen szerintem van bizalomerősítő jellege ennek. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, örülök, hogy elindult, remélem, hogy hagyomány lesz belőle. Bozsérik Róbert azt mondta, több olyan pályázat van előkészületben, melynek megvalósításához elsősorban a helyi vállalkozások együttműködésére számít.